Ha valakinek nem lenne tiszta, akkor most az a terv, hogy fogjuk Csikát, azt hiszem, és hát így ki megöljük. Sziasztok és üdvözlök mindenkit, ez itt a Five Nights at Freddy's Security Breach végigjátszásnak következő része. Minden rész végén elmondom egyébként, de most úgy gondolom, hogy a rész elején is érdemes kihangsúlyozni. Ha azonnal szeretnétek látni az új részeket, akkor mindenképpen kétszer nyomjátok be a csengőt, illetve ha szeretnétek hamarabb látni, mint hogy megjelennek, akkor pedig a tagság funkciót tudom ajánlani. Na, viszont folytassuk a témát, legutóbb ott hagytuk abba, hogy megtudtuk, hogy Vanessa meg az a Vani, Nyúl, Béla az igazából ugyanaz a személy, bár ez szerintem elég egyértelmű volt. Ott megtaláltuk a titkos bázisát, és most pedig... Hát szétlézereztük magunkat az előző részben, most pedig menjünk vissza Freddyhez, ha minden igaz. Ja, és van egy menő pisztolyom végre. Good job, Superstar! You got the Phaser Blaster! But you had to use your party pass. If you find the security office, I am sure you will find something that will help you. Na, security office, akkor a következő placóba megyünk. Jó. Phaser Blast Office. Ja, hogy még itt? De itt meg már voltunk. Várj, ez miért nincsen kinyitva? Ezt már megszereztem. What? Ezt már megcsináltam. Most resetelődött? Oké, tehát megvan a security badge. Vagy mi? Most már akkor ennyi dolgunk volt itt és mehetünk, igaz? Most már csak ki kell találni, hogy hogyan tudjuk eltávolítani Montit és Csikát, viszont nincsen party passünk, úgyhogy nem tudunk bemenni a fesz kamerás placra. Viszont én ennek a pisztolynak jobban örülök. Nehogy akarom használni rajta, nehogy rossz gondolatok legyenek a fejedbe. Sose örül, nincsen friendly fire ebbe a játékba. Habár... Nem kéne, biztos, hogy nem. Freddy, túlságosan is jó fej vagy. Olyan mondom, Freddy a kedvencem. De egy old time egyébként. Best friends forever! Ide világíts már, bazd! Ugye? Deselem a szemed mondjuk, de nem baj. Oké, de ezeket hogyan fogjuk meg kitalálni? Számomra az nem tiszta most. Ó. Oh. Gyere főnök, nem tudom, hogy ez hová visz, de megnézzük. Mit szólsz? Freddy? Hajnali 4 óra 15 perc. 6 óráig tart elvileg ez az egész téma. A staff meeting. Thursday night 11:30. Lesz torta, zseni. És mi van, ha a torta egy hazugság? Na akkor mi van, Freddy? Én nem tudom. Nem itt kéne valamit alkotni egyébként, hogy... Loading duck controls. Akkor jó helyen vagyunk, csak azért is. Csak nem igazán maradt semmi instrukció számomra azon be... Most a warehouse-os... De az annyira lent van. Office to office. Ez megvan. Find out how to decommission. Ez is még nincs meg. Use the party pass. Jó, van egy pisztolyom igazából. Ez meg... De ez is megvan. Ki van pipálva mind a kettő? Akkor ez miért világít még? Hát nem tudom, Freddy, igazából most teljesen tanástalan vagyok. Csak. Múlt héten Jenkins valamit nem rakott vissza. Jó, menjünk vissza a Parts and Service szobába, de minek? Meg Roxy, akkor miért ezt a placot izél? Biztos akkor valami arra van. Mert megszereztük azt a lövődét, de hogy hogyan tudnánk kiiktatni a izéket, Csikát meg Montit, fogalmam sincs, hogy őszinte legyek. És be akarunk menni mi Montinak a izéjába? Szobájába? Ha végül is miért is ne a szobájába lehetne? Oh, hello there. Kideríteni, hogy hogyan kell ezt. Ez a leglogikusabb. Oké, tehát ez egy lehetséges mód. Tehát, hogy Monty golfnál. Tehát, hogyha hole-in-one ütünk, tehát hogy együttésbe beütjük a golf labdát, akkor valami hurikán, vagy mi, amikor ilyenkor történik valami, az konkrétan mind a két lábát eltöri. Nem létező íveket használ, nem létező íveket körbe autózzá! Hát körbe autózzá! Szembeforgalom, bílek. Ja, hát igazából ez az egyetlen probléma, amit így nem sikerül kiküszöbölnem ezzel a kódba belenyúlkálással. Hol vagy?
Mégpedig az, hogy nem töltenek be a helyek. Ja, eléggé bizarr, de hát nem tudsz mit csinálni sajnos. Entry, party pass. És azt hol találtuk egyáltalán, vagy honnan tudunk szerezni? De jó lenne, lehetnék kérdezni Freddy-től például most így ilyen helyzetekben, mert fogalmam sincs, hogy most mi van. Lila, izé, ventilátor. Ha? Szerintem jó helyen vagyok most már. Jó, igazából most tényleg csak felfedezzük a placot. Neki kéne találni, hogy hogyan iktassuk ki Csikát. Jó, már ezek sincsek lezárva viszont. Mivel Freddy le van merülve, ezért most tényleg magamra vagyok utalva. Ó, oda is valami peszkel. Hát betörünk a lakásodba, öcsém! Éppen bejutni próbálok a feszkétbe. Ja, van pisztolyom mondjuk, nem tudom mit aggódok ezen. Kap be. Húha. Felfele megyünk, várjál. Szerintem fixen a jó irányba megyünk most már. Ha más nem. Lassan már egy teljes epizódnyi időt elpecséreltem azzal, hogy kerestem azt, hogy merre kéne menni szóval. Ó, ide kaptunk ilyen pre-ízépest. És kell bowlingozni jöttem ide? Valahova biztosan megyek. De hogy hova, azt még magam sem tudom biztosan. Golden Monty, hát ez tök jó. Hát igazából most csak történt elemeket gyűjtök, úgy néz ki. Safety check. Ó, ó, ez kell nekem. Ó, ho, rájöttem mi a téma. Tehát Csikát úgy tudjuk tönkretenni, hogyha a szemét összepréselőbe, vagy hogy hívják azt magyarul, abba így belemegy. Tehát a pizzás cuccokat ő szereti, főleg a Monster Monty Mystery Mixet. Aha, jó van, tehát van egy tervünk, úgy néz ki most már, egy épkézláb tervünk. Jó, akkor azt hiszem itt ennyi. Rájöttünk, hogyan tudjuk kivégezni Csikát. Meg Montit is, csak ahhoz kéne a Pass is, tehát az nem igazán fog működni. Viszont Csika szokta adni a Pass-t, ha jól emlékszem, lehet, hogy tévedek. Szóval lehet, hogy ha végzünk Csikával, akkor meg lesz a Pass is, ahhoz, hogy tudjunk végezni majd Montival. Hát meg fog találni, jaj, mi lesz? Na most már nem igazán van ennek így értelme. Oké, szóval eltelt egy kis idő, most újra új kameraszög, minden teljesen jó, nem tudom, szinte már majdnem részenként van új kameraszög. De lényegében ott folytatjuk, ahol abba hagytuk. Ah, szevasz főnök. Na itt van Freddy, ezt képzeld el nekem, ő a barátom. Ha valakinek nem lenne tiszta, akkor most az a terv, hogy fogjuk Csikát, azt hiszem, és hát így ki megöljük. Shadow Freddy csináltam Freddyből, haló? Úgy érzem, nem igazán vannak betöltve itt még a dolgok. Lenn az után, nincsen kegyen. Freddy, hol vagy? Kéne egy kis assist. Gyere, jó, menjünk. Ó. Oh. Csá, főnök. Ide kéne jönnöm? Ja, itt egy gomb. Csak Csika, takarodj már innen mondjuk. Most ott fog afkolni. Ja, meg hát itt van Freddy, most ő megvéd majd. Jó. Oké, okay, tehát itt van a tutorial, hogy hogy kell csinálni a dolgot. Ó. Oh. Na és most hol van? Ó, oh, melyik volt? Kompaktor, ez kell nekem. Safety first. Fill the garbage compactor. Find the counter, pushing the button, kicsen kompaktor, tehát ide kell majd becsalnunk őt. Ez a kompaktor, ja. Aha, ide kéne bezúzni a Csikát. Ó! Oh. Ó, oh, hello! Nem, itt voltam. Security badge, szerintem innen már van, de nem baj. Freddy, are you there? I'm trapped! Chica found me, and there's only one security door. One boy. How unfortunate. But I have good news. It looks like you can access the Fazbear online pizza delivery system through that console. Na mutasd. What? How is that supposed to help? Chica loves pizza. Okay, hol van a konzol? Na hajrá. Congratulations.
You have qualified for a free supreme upgrade. Let's go. You are now in control of one of our highly qualified pizza making staff bots. Jézusom. Follow the instructions on the left side of your screen to force the bot to make your perfect mouth-watering pizza. Yeah, delicious though. This dough needs some sauce. How would you rate your experience so far? Nagy doljunk egy kis szószt. That's great to hear. Now, let's get started. Would you like to take a short survey about your experience? Okay. It's now time for some cheese. Yeah. Oké, ott a power azt gondolom azt mutatja. Ja, hogy mennyi ereje van az ajtónak, tehát hogy még Csika elkap. Jó. Add oda. Meat. Aha. Ne, az non meat. Ne, ezt nem ezt akart. Hogy tudok exitelni ebből? Elbuktam a pizzát. Oké, itt a meat. Jó. Oké, speedrun. Ez most tényleg hajszálakon fog múlni szerintem. Rip. To bake. Another would be ideal. Bake. Hát ez jó kör volt. Jó. Úristen. Kicentizzük? Nem. Azt hittem kicentizzük. Oh man. To ensure a safe and timely delivery, our cutting edge pizza tracker allows you to deliver the pizza to your own home or residence. Additional mileage charges may apply. What? Ó, oh, hello! Ennyi. Bro. Your pizza has been delivered. How would you rate your service? Pick two that apply. Életmentő. És akkor most jön az a rész, hogy valahogy be kéne őt rakni abba a személyzúzóba. Hát de hogy? Nem is tudom, mi az Isten csináltam Csikával, hogy most oké, okay, csináltam neki egy random pizzát, miközben elvettem egy ilyen security press-t, amire nincs is szükségem. A legutolsó ilyen, nem is tudom, akármi, amit így kaptam, az az volt, hogy valami bowling pass-t kaptam, ahol voltunk is talán. Most elmegyek megint oda, és megnézem, hogy tudok-e ott valamit alkotni, mert ha nem, akkor tényleg ötletem sincs, hogy most mi van. Ó, szevasz! De hova mi? Hova mész? Szóval ment. Igazából bárki észrevehet, lelövök bárkit, aki így szeme... Igazából észrevehetnek nyugodtan, mert meg... Na, szóval ha meglát, akkor is jön a Csika, aztán fejbe lövöm. Ráadásul nem is jön senki, szóval még csak lövődöznöm se kell. Az ott mi? Á, ajándék is van. Kollektáljunk ajándékot. Monty Mystery Mix. Na végre! Tudom mi van! De jó ég! Tehát ezt a... Arra rájöttünk már, hallod, nem volt meg ez a küldetés egyébként, most nézem. Ez most jelent meg. Tehát, hogy... az megvolt, hogy Csikát hogy tudjuk elintézni, csak azt nem tudtuk, hogy hogyan tudjuk oda egyáltalán becsalni. Most viszont, most már tudjuk mivel becsalni, mert elvileg a Csika az így utazik erre a Monty Mystery tököm tudja mire. Azt az egyik jegyzetből elolvastuk már és rájöttünk. Tehát most már célirányosan megyünk le a chicken compressor. Amúgy igen, végül is csirkét fogunk kompresszálni abban, nem szemetet. Tehát már majdnem, jól is mondtam, én úgy gondolom. Amúgy rájöttem, miért kóvályogtam én ennyit. Konkrét nem volt meg ez a küldetés, ez a mystery boxos téma, pedig tudtam róla. Lassan kiafkolunk erről a helyről, hogyha 6 órakor nyitnak. Nem is értem, miért szarakodunk mi ezzel egyáltalán. Egy helyben is megvárhatnánk azt, míg 6 óra lesz. Oké. Okay. És hogyan helyezem el? Van itt valami hely, ahol... Oh, megvan. Oké. Okay. És most? Látod azt a mystery boxot? Csak neked. Hova mész? Hallod, főnök? Mystery box. Mystery box ott van, nézd meg. Szórakozol velem, ugye? Tehát ott volt egy gomb is. Van is egy gomb. Gyere, Freddy, ezt látnod kell, főnök. Ezt látnod kell. Ezt közösen meg fogjuk élni. I need something to lure Chica into the trash compactor. What do you mean? Itt van. Oh, na, cutscene. Ott volt Freddy. Na, ezt tetszett, ott volt. Oké. Okay. Na most zúzzuk szét. Azaz, nyom meg, főnök. Pacsit neki.
A franc. Szerintem észrevette a tervünket. Ajaj. Hát nem jó. Nem mintha különösképp érdekelni amúgy. What? Fellöktük? Fellöktük a... Cibe! Ennyi. Ejjjjj. Köpött ki a kezem. Köpött ki. Az, rúg meg, azaz. Oké. Azt kapta halt. De még behúz engem is. Oké, nekem is annyi viszlát. Bro. Azt a kurva. Jó Isten. Hát, Csika, téged aztán kiafkultattunk az életbe, én azt mondom. Na jó van, hát akkor ez a rész így ennyi lett volna. Köszönöm szépen a figyelmet, nyomjátok be a csengőt, ha nem akartok lemaradni, és legyetek tagok, hogyha nagyon szeretnétek új részeket minél hamarabb látni. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!